Célba értek az Egyvérből vagyunk alapítvány futói. A Bonyhádról induló csoport 750 kilométert futott Gyergyószárhegyig. Útjukon több helyen csatlakoztak hozzájuk kerékpárosok és futók. Az akció során több száz futócipőt osztottak ki rászoruló gyerekeknek. Így kívánták felhívni a figyelmet arra, hogy nem elég csupán karácsonykor és gyermeknapon segíteni a szociálisan hátrányosan élő gyermekeken. Több száz gyermek kísérte az utolsó métereken az Egyvérből vagyunk alapítvány által szervezett jótékonysági futás és véradás ultrafutóit. Az akció ultrafutói Bonyhádtól Gyergyószárhegyig 740 kilométert futottak azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet a nehéz helyzetben élő gyermekekre, és arra, hogy bárki bármikor képes segíteni, ha akar. Én is nagyon sokszor azt gondolom, hogy nem bírom tovább, és megszakad a szívem. Az én szüleim arra tanítottak, hogy amikor azt hiszem, hogy nekem már olyan nehéz, hogy nincs tovább, akkor keressek valakit, akinek még nálam is nehezebb, és segítsek rajta. A Gyergyószárhegy közelében levő Tatárdomb szabadtéri színpadára érve a futók, szervezők motivációjukról beszéltek. Nem csak karácsonykor és gyermeknapon kell segíteni a nehéz élethelyzetben levő gyermekeken, hanem minden nap. Foglalta össze a 2019 óta működő Egyvérből vagyunk alapítvány vezetője, Gui Angéla az akció célját. A futás során Zsobokon, Kolozsváron, Magyarfülpösön, Nagyváradon és Gyergyószárhegyen adtak át futócipőket olyan gyermekeknek és fiataloknak, akik otthonokban vagy nehéz anyagi körülmények között élnek. Az akció mellé sokan felsorakoztak az elmúlt években. Már közel 10 éve vagyok részes ennek a véradással egy bekötött Egyvérből vagyunk kezdeményezésnek, amit Gui Angéla szervez. Nagyon szeretek benne részt venni, nagyon fontosnak tartom, amit csinál, és számomra szimbolikus erővel bír ez, hogy együtt futunk, egymásért futunk, és egymásnak a vérünket is adjuk, hogy kifejezzük összetartozásunkat. Az akció Gyergyószárhegyi rendezvényén, az Egyvérből vagyunk gyermekfesztiválon közös játékok, bemutatók, előadások, koncertek szórakoztatták a Szent Ferenc Alapítvány közeli otthonaiból érkezett gyermekeit. A sportjátékok és kézműves tevékenységek mellett népi játékokat, társasjátékokat is kipróbálhattak a gyermekek, de volt bográsozás és fánk is a kicsik nagy örömére.